elsőként, a pártelnökök közül elsőként kezdtem országjárásba, hogy bemutassam a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselő jelöltjeit, és büszkén mondhatom, hogy most már elértük azt a limitet, tehát meghaladtuk a 70 képviselő jelöltet is, amivel országos listát lehet állítani, így aztán már nem kérdés számunkra az, hogy országos listát fogunk állítani, illetve az sem kérdés számomra, hogy 106, mind a 106 választókerületben alkalmas országgyűlési képviselő jelölteket tudunk állítani, hiszen most már gyakorlatilag mind a 106 választókerületben megtaláltuk azokat a kiváló magyar honfitársainkat, akik képviselni tudják azt a harmadik utat, amelynek a legfontosabb üzenete azokhoz szól, akiknek elege van az elmúlt 10 év kormányzásából, de nem sírják vissza az előző kormányt sem, tehát a Gyurcsány kormányt sem. Mi nem kérünk egyikből sem, tehát sem a jelenlegi Fidesz kormányt nem támogatjuk, sem az azt megelőző balliberális kormányokat nem támogatjuk. Mi azt a többséget képviseljük, akik ma Magyarországon nem tudnak választani, hogyha csak és kizárólag a két nagy tömb jelöltjei közül kellene, hogy válasszanak. Ezernyi olyan ügy van, amelyben egy harmadik álláspontot képviselünk, amellyel sem a Fidesz, sem pedig a balliberálisok nem egyeznek, de ezek közül most csak kettőt emelnék ki, illetve bocsánat, hármat emelnék ki, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azért van egy olyan harmadik téma, amit muszáj ezt hozzátenni. Az egyik, hogy mind a Fidesz kormányok, mind a balliberális kormányok elsősorban a multinacionális cégeket támogatták, és ugyanúgy szerepet játszottak annak a hagyományos történelmi magyar nemzetgazdaságnak, ezen belül, ha már Miskolcon vagyunk, akkor az ipart is hagy említsem meg, a felszámolásában, amit a 90-es években rabló privatizációnak neveztünk. Mi ezzel szemben a magyar vállalkozásokat részesítjük előnyben, és számunkra ők a legfontosabbak. Azt gondoljuk, hogy nem a multikat kell támogatni, hiszen a multiknak van kellő piacuk, van kellő tőkéjük, nekünk a magyar vállalkozásokat, magyar vállalkozókat és a magyar dolgozókat kell támogatni. Aztán a második olyan téma, ami most nagyon aktuális, ez a koronavírus helyzet kezelése. Mi ebben is egy harmadik álláspontot képviselünk, ami nem egyezik sem a balliberális pártok álláspontjával, sem a Fidesz álláspontjával, hiszen mi azt mondjuk, hogy el kell kerülni az ország lezárását, ugyanis ennek a járványnak van egy olyan nagyon fontos és nem mellékes következménye, amely Magyarország gazdaságának a tönkretételéről szól. Ma jelenleg az államadósság az 1995-ös szintet érte el egy évnyi koronavírussal kapcsolatos lezárást követően, ami ugye a 90-es évekről, hogyha emlékszünk, akkor az azt jelenti, hogy 1995-ben, ezután az államadósság után a bokros csomag következett, mi nem szeretnénk megszorításokat. Tehát mi a megszorítások és a lezárások ellen vagyunk. Nagyon jó példa egyébként jelenleg is, hogy amikor most kinyitották az országot, akkor éppen eltűnt a vírus az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Tehát azt gondoljuk, hogy rengeteg észszerűtlen és logikátlan döntést hoztak, amivel óriási kárt okoztak a magyar embereknek, például azzal, hogy elszakították egymástól a mondjuk Ausztriában dolgozó magyarokat, a Magyarországon élő szeretteitől, családtagjaitól. Nagyon-nagyon sok kárt okoztak a magyar turizmusnak, a vendéglátásnak, és ezernyi olyan szektor van még, amely kárt szenvedett az elmúlt egy esztendőben. Mi ezzel szemben egy szkeptikus álláspontot, egy jóval nem vírus szkeptikus, hanem lezárás szkeptikus álláspontot képviselünk. És van egy harmadik téma, amely nagyon meghatározza szintén a Mi Hazánk mozgalmat, hiszen senki más nem beszél már erről a témáról rajtunk kívül, sem a balliberálisok, ugye beleértve a Jobbikot, a DK-t, a Momentumot és a többieket, sem a Fidesz nem beszél erről, ez pedig a magyar cigány együttélés vagy együtt nem élés kérdése. Nagyon egyszerű oka van, mind a baloldal, mind pedig a Fidesz nagyon olcsón megszerezhető, megvásárolható szavazatokat lát a cigányságban. Mi viszont látjuk azt az óriási problémát, közbiztonsági, demográfiai és minden egyéb és politikai jellegű problémákat is, amely ezt a cigánysággal való együttélést illeti. Ezzel kapcsolatban is nagyon határozott programjavaslataink vannak, amelyek merőben különböznek a balliberális pártok, illetve a Fidesz javaslataitól. És akkor egy ennyi felvezető után akkor szeretném bemutatni Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es, illetve 2-es választókerületének jelöltjeit. Nagyon büszkén mutatom be őket, hiszen kiváló magyar honfitársaim fogják képviselni a harmadik utat itt önöknél Borsod megyében. Először akkor az 1-es számú választókerület jelöltjét, Duzsik Istvánt szeretném bemutatni önöknek. Öntő mérnök, ami már csak azért is nagyon fontos, mert az előbb beszéltem arról, hogy óriási bűnnek tartjuk, nemzetellenes bűnnek tartjuk azt, ahogy az ipart, ahogy a nemzetgazdaságot felszámolták az úgynevezett rendszerváltozás idején, illetve az azt követő évtizedekben, és tudjuk, hogy Miskolcnak és Borsod
megyének ez milyen óriási károkat okozott. Ebből a szempontból egy tapasztalt, felkészült szakembert indít a Mi Hazánk mozgalom, aki el tudja önöknek azt magyarázni, hogy mi történt itt az elmúlt évtizedekben, és van is elképzelés arról, hogy mit és hogyan lehetne ezen javítani. Szintén fontosnak tartom még a jelöltünkkel, Duzsik Istvánnal kapcsolatban azt megemlíteni, hogy évtizedeken keresztül egy cég ügyvezetője volt, vezetője volt, tehát pontosan ismeri azt a problémát, amiről az előbb beszéltem, a magyar kis és közepes vállalkozások problémáit. Az elmúlt évtizedekben sohasem ők voltak a prioritások a kormányok számára, hanem mindig a multik, mint ahogy egyébként az elmúlt években, az elmúlt évtizedben is láthattuk ezt, hogy mondjuk az Audi lényegesen kiemelte, vagy akár a Coca-Cola, amely egy stratégiai partnere a jelenlegi kormánynak is, sokkal jobban támogatott cégek voltak, mint a magyar kis és közepes vállalkozások. Tehát egy olyan jelöltünk van, aki ismeri nagyon jól ezt a problémakört is. És akkor mielőtt átadom neki a szót, szeretném bemutatni a 2. számú választókerület Mi Hazánkos jelöltjét, ő pedig nem más, mint a Mi Hazánk Mozgalom országos alelnöke, Pakusza Zoltán, aki 2010 óta élvezi a miskolciak bizalmát, hiszen többször megválasztották már önkormányzati képviselőnek, jelenleg is tagja a miskolci közgyűlésnek, és képviseli a Mi Hazánk Mozgalmat, amely tovább viszi, most már nyugodtan mondhatom, a 90-es évek óta a nemzeti radikalizmus eszméjét, amelyet mások cserben hagytak. Pakusza Zoltán egy olyan kipróbált harcostársunk, aki az elmúlt évtizedben rengeteget bizonyított már itt Miskolcon, illetve a környéken, és egy tapasztalt olyan politikus, aki nem csak országos alelnökként tudja itt képviselni a Mi Hazánk Mozgalmat, hanem Borsod megyei elnökként, regionális igazgatóként is szintén meg tudja majd jeleníteni a harmadik utat. Úgyhogy én akkor át is adom a szót az országgyűlési képviselő jelöltjeinknek, akkor először az 1-es számú választókerület képviselő jelöltjének, Duzsik Istvánnak. Üdvözlök mindenkit! Nagy Miskolc, ezt tűzte zászlajára Veres Pál polgármester a kampányában, hangzatos ígéretekkel. Miskolc, ami az 1870-es évektől egészen az 1980-as évekig töretlenül emelkedő lakossági lélekszámmal fejlődött, majd a kohászat erőszakos megszüntetése és a lakosság megtartó képessége miatt ez a létszám akkor csökkenni kezdett. Az ország második legnagyobb városa volt Miskolc, most már talán a negyedik legnagyobb város mindössze. Az ígéretek, amik elhangzottak a polgármesteri választás kampányában, ígéretek maradtak. Az avasszálló tervpályázat kiírása helyette az avasszállót átadták egy kormányzat Fidesz közeli alapítványnak, szépen csendben, elfogadva azt a Júdás ezüstöt, ahol a kormány 15 milliárddal hálálta meg a Diósgyőri vár megépítésére. Jukóvölgyben egy 200 milliós programot próbálnak most végrehajtani felzárkóztatás címén, pedig ez talán csak a Gyurcsányi éra, a munka világában egy másik program, amit nem biztos, hogy erre kellene elkölteni itt a vírus utáni időszakban. A Mi Hazánk Mozgalom, és én is azt az álláspontot képviselem, hogy Miskolcnak a lakosság megtartása csak termelő vállalkozások ide telepítésével lehetséges. Természetesen nem egy újabb multira gondolok, aki ébérért foglalkoztatja a környékbeli lakosságot, hanem olyan erős magyar vállalkozásokra, akik valódi termelő munkát végeznek, a profitjukat itt költik el Magyarországon, nem pedig a külföldi anyavállalathoz utalják majd haza. Miskolc híres volt a könnyű és nehéz iparáról mindig, és azért nem szabad elfelejtenünk a Miskolc Egyetemnek azt a szellemi potenciáját, ami ebben a városban még jelen van. Én egy erős, gazdaságilag megalapozott Miskolcot, illetve ezzel párhuzamosan egy erős, független nemzetgazdaságot képzelek el ebben az országban, és ezért kívánok dolgozni, amennyiben megválasztanak képviselőnek. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait. Azt kell mondanom, hogy az országgyűlési választások alkalmával a miskolciaknak két választásuk lesz. Az egyik, hogy vagy marad az elmúlt 30 év politikai váltógazdálkodása, ugye a Fidesz és a balliberális oldal, a másik lehetőséget pedig a Mi Hazánk Mozgalom képviseli, ez a ma már többször elhangzott harmadik útnak a képviselete. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük ma
az ország és a város helyzetét, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy azt az elmúlt 30 év balliberális és fideszes kormányai közösen hozták össze. Lássuk be, hogy ez az ő közös eredményük, ez az ő közös bizonyítványuk. Én azt gondolom, hogy ha Miskolcot picit felülről nézzük meg a miskolci problémákat, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan problémák, stratégiai kérdések egyébként, amelyek igazából a kormányoktól függetlenül egy irányba mutatnak. Elég, hogyha arról beszélünk az egészségügyben, például 2007-ben már megindult a miskolci kórházaknak az összevonása, ugye a Diósgyőri kórház volt az első ilyen áldozat, és ezáltal egy teljes városrész egészségügyi ellátása lehetetlenült el. Arra is nyugodtan beszélhetünk, hogy mint ahogy ma, úgy 2010 előtt is jóval az országos átlag alatt voltak a bérek Miskolcon, tehát ebben sincs komoly stratégiai változás az elmúlt 10 évben, de hát előtte sem volt. Ugyanezt elmondhatjuk egyébként a városnak a lyukósodásáról. A lakcímkártyákat, ahogyan a mostani fideszes kormányok idejében kiadták az összes fáskamrába, úgy gyakorlatilag az előző 2010 előtti időszakban is kiadták. Tehát azt látjuk, hogy a főbb folyamatok Miskolcon bizony nem változtak a balliberális kormányok, akár a Fidesz kormányok alatt sem, és ezért mondtam az elején azt, hogy gyakorlatilag ez a két út sokkal közelebb van egymáshoz, mint az, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel ezekben a kérdésekben. De mondhatnám egyébként a Lyukósi bányának a bezárását, aminek a végső dátuma 2004, tehát emlékezhetünk rá, tehát ez szintén az előző balliberális kormányoknak az időszaka. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ebben az országban és Miskolcon változások következzenek be, ahhoz nem elég a egyiket a másikra cserélni, szükség van egy nagyon erős harmadik útra, és ezt kínálja a Mi Hazánk mozgalom. Én nem ígérgetni szeretnék, hanem referenciaként ajánlom a miskolci választóknak az elmúlt 11 év önkormányzati munkáját, amelyben azt gondolom, hogy két dolog jellemezte, a megalkuvás nélküliség, illetve a közpénzekkel való teljes elszámolás. Területleg megválasztott képviselőként minden évben elszámoltam a rám bízott összegekkel, ugye itt gondolhatunk a képviselői alapokra. Minden egyes választópolgár, minden egyes háztartás megkapta azt, hogy mire mentek el a közpénzek. És azt gondolom, hogy ma, amikor a korrupció kérdése központi kérdés ebben az országban, egyébként nem csak ma, tehát 30 éve központi kérdés, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ebben az országban nagyon sok olyan politikus láttunk már, aki ígérgetett, én pedig azt mondom, hogy a referenciát kínálok, az elmúlt 11 évnyi önkormányzati munka, és azt gondolom, hogy ebből lehet következtetéseket levonni. A parlamentbe kerülve pontosan ugyanezt a munkát szeretném folytatni, csak már országosan képviselve Miskolcot.